Ha azt szeretnénk, hogy a kertünk változatos legyen, akkor bizony, miután ugye kert, az nem a természet, ezért szükségünk van arra, hogy mindenféle élőhelyet hozzunk létre a kertbe. És hát sokszor nekünk ezt mesterségesen kell elősegíteni, hogy meghívjuk azokat a szervezeteket, akik majd ezt a bizonyos ökológiai önszabályozást elvégzik, illetve részesei lesznek. Úgyhogy most, hogy eljött az ősz, igen nagy szükség van arra, hogy olyan búvóhelyeket, telelőhelyeket, úgynevezett hibernáló helyeket hozzunk létre, ahol majd ezek a segítő szervezetek megtalálják a télire a búvóhelyüket. Nem biztos, hogy nagyon népszerű lényekről fogok most beszélni. Először is a fülbemászóról, úgyhogy most mégis mindenkit arra biztatnék, hogy ne féljen attól, hogy meghívja a kertjébe a fülbemászót, bár szerintem szinte biztos, hogy minden kertben az ott van, de minél többen vannak, annál többen fogják ezt az áldásos tevékenységüket végezni, különösen, hogyha azt szeretnénk, hogy a fákon élő levéltetőket kezeljék a fülbemászók, akkor talán egy sokak által ismert egyszerű megoldás van erre. Itt fogtam egy ilyen csomót, szénát, vastagabb növényi szárak vannak benne, de lehet ez szalma és akármi. És akkor ezt én most szépen itt megkötöm középen. És akkor ezt itt megtöröm, és belehúzom ebbe a téglibe. Így, és akkor ezt felakasszuk majd úgy a fára, hogy a fa széléhez hozzáérjen a cserép. Azért, hogy be tudjanak mászni, ugye ezek éjszakai ragadozók, hogy itt nappalra búvóhelyet találjanak. Csak annyit szeretnék a fülbemászókról mondani, hogy sokan félnek tőle, ugye fülbemászik, hát én őszintén szólva ilyen esetről még nem tudok, de nem is valószínű. Az a kis félelmetes fogócskot hátul a potrohán, annak az a célja, hogy először is a nőstényt megragadja aktus közben. Másrészt valóban ugye, félelmet keltő is ez a szerszám. De még arra is használja, hogy a szárnyát kibontsa, mert ugye ez repülni is tud. Úgyhogy nincs ok a félelemre, viszont nagyon nagy segítség a fán, ugye a levéltetvek, de hát egyébként minden rovart is ragadoz, illetve azoknak a különböző fejlődés alakját, petét, lárvát, bábokat, és így tovább. Hát több ilyet is készíthetünk, és ha tetű problémánk van, bár megjegyzem, hogy a tetűre is szükség van, de nem is fogja az összes tetűt kiirtani, nyilvánvaló, de majd mértékkel lesz belőle. Na más, ha a levéltetőknél jártunk, akkor egy másik csodafegyver a levéltetvek ellen, hogy az a katica bogárdát, ő sem csak a levéltetveket, ugye kisebb méretűek, atkákat, pajzstetveket, egyebeket ragadoznak, és nekik is tudunk készíteni ilyen búvóhelyet. Nagyon egyszerű módon itt van ez a hát ilyen jó karostagságú kis fatörzs darabot vágunk, és akkor ugye tekintettel, hogy az ő méretük a 2-10 mm között van, ugye attól függően, hogy milyen fajról beszélünk, ezért erre a fatörzsre különböző méretű lukakat fogunk fúrni, oly módon, hogy ha ez a törzsnek ez kerül, ez a része kerül lefelé, akkor ezek a lukak így ferdén kerülnek ráfúrásra.
ha kifúrtunk néhány lukat, akkor ezeknek a száját meg kell egy kicsit vastagítanunk, tehát egy pár millimétert összességében. Tehát ami lukat fúrtam, csak a száját egy kicsit megvastagítjuk. És így tovább. És majd ezt függőlegesen hozzáerősítjük egy fának a törzséhez, de majd mutatom ennek a kihelyezését. Persze ennél jóval több lukat is készíthetünk rá. A következő élőlény, aki nagyon fontos nekünk, az a zöld fátyolka. Ő is ilyen ragadozó, főleg a lárvája, szintén tetvek ellen is hatásos, de hát kisebb rovarokat ragadoz. Neki úgy tudunk kedvezni. Most fát kugliztunk fel, és akkor a néhány kérget lefejtettünk a törzsről, és akkor ezekből ilyen körkörösen készítünk egy ilyen és akkor őt is összekötjük. És hagyunk majd a tetejére egy szélesebb kérget, hogy lefedje. Ezt is oda tudjuk rá erősíteni. Átfúrjuk, és akkor ide dugunk bele egy kis pálcát. És még téli hibernáló hely a békák számára. Ezek a kasszerű, fűzveszőből font élőhelyek. Látjuk, itt van nyílás. Ezt is majd szakszerűen kihelyezzük. Azt szeretném mondani, hogy manapság divattá vált a rovarhotel. Tehát, hogy méheknek, talán akaratlanul darazsaknak is, és különböző rovaroknak készítsünk egy szállodát. Hát bizonyára ez egy nemes szándék, és akár jó is tudna lenni, de hát amikor egy bérházba ugye sok lakót zsúfolunk össze, akkor nem biztos, hogy azok jó szomszédjai egymásnak. Tehát sokszor ebbe a rovarhotelbe olyan élőlényeket szeretnénk összekényszeríteni, akik nem valók együtt. És ezért javaslom inkább ezt a módszert, hogy a kertnek a különböző részeibe egy-egy fajra célzottan készítsünk élőhelyeket. No, persze, nehogy azt gondolják, hogy ebbe csak mondjuk a fátyolka tud megtelepedni, vagy a katicabogár, de vagy akár ebbe a fülbe mászó, de mégis ezek azok az elkülönített élőhelyek, ahol a különböző fajok nem fogják egymást zavarni. Úgyhogy ilyen látványos és költséges rovarhotel helyett inkább próbáljuk ezt az utat követni. Most pedig kirakjuk ezeket a megfelelő helyre.
Ez a kert abban a szerencsés helyzetben van, hogy keresztül folyik rajta egy kis erecske. És hát itt van egy kis kiszélesedése, itt a nagyon jó szaporodó helye a békáknak. Hát hogy szerencse az, hogy itt folyik egy kis patak, az egyrésztről biztos, hogy szerencse, másrészt pedig hát nagyon sok meztelen csiga van ebbe a kertbe, és az meg nem annyira szerencse. Ugye éppen a hüllők két éltűek előszeretettel tudnak fogyasztani meztelen csigákat, tehát például a békák meglehetősen jól gyérítik őket. Úgyhogy egy ilyen kertben akkor ezt a két dolgot, hogy van víz, van béka és van csiga, érdemes úgy összekombinálni, ugye itt meginvitáljuk a békákat, és ne csak a vizet kínáljuk fel a szaporodásukhoz, hanem amikor már kijönnek a vízből, ugye ilyenkor ősszel ők mennek az erdőbe hibernálni. Tehát itt a kerten belül is készíthetünk nekik ilyen hibernáló helyeket. Úgyhogy most ezeket a hibernáló helyeket fogom itt kihelyezni. Kihelyeztük ezeket a kis hibernáló helyeket, akkor ezt így ilyen faleveles kaszálékkal szépen letakargatjuk. Nem muszáj ilyen szép kis fonott kutricát készíteni. Sokkal egyszerűbben is el tudjuk ezt végezni. Ha ilyen eltört, leszakadt ágakból, már itt készült is egy, hát rakunk egy kis laza rakást, és akkor ezt ugyanígy szépen betakargatjuk. Tehát ez is tökéletesen megfelel a célnak. Ezen túl még hoztam mást is. Most nem a békákra, meg nem a törékeny kuszmákra gondolok, hanem a futóbogarakra, még róluk nem volt szó. Nekik úgy tudunk kedvezni, hogyha a fatörzseket, hát ugye ez egy fa korong végül is, amit levágtunk, ez egy futóbogarakat invitáló élőhely. Tulajdonképpen ez egy számukra egy nappali menedékhely, mert hogy ők éjszakai ragadozók, viszont nappalra kövek alá, fatörzsek alá bújnak be. Úgyhogy ha ilyeneket rakunk ki a kertünkbe, célszerű egy fának a tövéhez közel tennünk, akkor ez egy nagyon jó búvóhely lesz. De arra mindenképpen nagyon vigyáznunk kell, hogy ha egyenes ennek a felülete, akkor teljesen ráfekszik a talajra, és akkor mutatom is. Ugye, hogyha hézag nélkül fekszik a talajon, akkor bizony nehéz ennek alá bújni. Ezért azt szoktuk csinálni, akár követ rakunk, akár fatörzset, hogy egy picikét megtámasszuk alulról, hát, hogy ne egyenletesen feküdjön fel a földre. Így. Tehát legyen egy kis hézag, hogy kényelmesen alá tudjanak bújni. Minél több ilyen fatörzset, követ helyezünk el szana szét a kertünkbe, annál több futóbogárnak fogunk tudni kedvezni. Amikor futóbogarakról beszélek, akkor ne a gabona futrinkára gondoljanak, ugye ez az egy ezek közül, aki az a hírhet növényi kártevő, az összes többi az ragadozó életmódot folytat.
kertünkbe sokszor gondba vagyunk, milyen járófelületet alakítsunk ki, hiszen nem szeretnénk a sárba taposgálni. És hát a leggyakoribb válasz az a betonjárda, újabban térkövekből építünk ilyeneket. Hát ha elfogadjuk, hogy járni valamin muszáj, akkor viszont ezt is tehetjük olyanná, hogy jó legyen a természetnek is, és nekünk is megfeleljen, és talán esztétikailag sem legyen hátrányos. Amin itt most végigjövök, ez úgy nevezik, hogy szarvasbogár barát járda. Voltak éppen fa rönköket fűrészelünk fel ilyen 40-50 centis kuglikra, és ezeket a kuglikat ültetjük be a talajba úgy, hogy körülbelül egy ilyen 5 centi felület kimaradjon. Ez a szarvasbogár a fa alatti talajba fog lepetézni, és ott készít egy kis bölcsőt a utód számára, és majd aztán a lárva berágja magát a fába. Úgyhogy meglehetősen szerény tápanyag mennyiség van egy ilyen fába, úgyhogy sokáig, éveken keresztül fog tartani, amíg majd a szarvasbogár a napvilágra jön. Úgyhogy ez a földbe ásott korhadó farönk az, ami kiváló élőhely a szarvasbogaraknak, de nem csak a szarvasbogaraknak. Nagyon fontos, hogy a kérget rajta hagyjuk ezeken a fákon. Azért, mert a kéreg egy idő után elválik a törzstől, és akkor ott lesz egy repedés, de hát miután be van ásva a földbe, ezért az nem fog egyhamar onnan leválni, és akkor ugye jön a kertünk következő csoda fegyvere, amit úgy hívunk, hogy százlábú bogár. Ugye ez a százlábú, ez előszeretettel szeret a repedésekbe, tehát például ugye a kéreg alá bebújni, tehát ez az kell, hogy a kéreg elválta a törzstől. És akkor lesz egy csodálatos százlábú élő helyünk is. De mire jó a százlábú? Tehát százlábú az egyik legfontosabb ragadozó rovar a kertünkbe. Sőt, nem csak a kertünkbe, hanem a házunkba is. Talán kevesen tudják, hogyha beköltözik a lakásunkba, ezt nem nagyon fogjuk észrevenni, tekintetlenül, hogy ő is egy éjszakai ragadozó, viszont hát, hogyha valakinek olyan kellemetlenségei vannak, például, mint ágyipoloska, vagy csótány, talán ez utóbbi még gyakoribb, akkor bizony számíthat a százlábú segítségére, mint hogy egyébként a kertben is a különböző rovaroknak a gyérítésében. És ha már most pont itt járok, akkor megemlékeznék egy másik fontos ragadozó élőlényről is, ő pedig a hojva. És a hojvának úgy tudunk kedvezni, hogyha sziklakertet építünk. A sziklakertet nem a hojvának szoktuk építeni, de tudattalanul, amikor sziklakertet építünk, akkor a hojvának is kedvezünk. A kövek alá szerető elbújni, illetve azokat a sziklakerteket szereti, ahol sok évelő növény van beültetve. Különösen a kutyatejféléknek a tövébe szeret tartózkodni. Úgyhogy egy sziklakertet is nyugodtan építhetünk annak érdekében, hogy még több hojva legyen a kertünkben. Itt van ez a tuskó, ezt most vettem észre, hogy itt már lehet látni, hogy elvált a kéreg. Nem akarok most ide benézni, hogy mi van ott, de ha benézek mégis, akkor itt lehet látni azt, hogy egy imádkozó sáska ide bújt be lerakni a petecsomóját. És mi több, itt is láttam, először ezt vettem rajta észre, itt is van egy imádkozó sáska petecsomó. Tehát nem csak a szarvasbogár, nem csak a százlábúnak teszünk jó szolgálatot, hanem más is talál itt magának megfelelő helyet. A véletlenségből
Van a kertünkben egy kis elhagyott házikó, kis romos helység. Nem feltétlenül érdemes ezt lebontani, mert hogy ezek nagyon-nagyon jó élőhelyek tudnak lenni. Hát nekünk van itt egy ilyen kis romos házikónk, és hogyha ugye ennek itt nyitva hagyjuk az ablakát télen-nyáron, akkor beköltöznek a denevérek. De hát nem csak a denevérek, hanem hát nagyon sok más élőlény. Például a már emlegetett fátyolkák is menedéket találnak térre egy ilyen házikóba. Szinte minden portán van valamilyen törmelék, ami felhalmozódott az idők során, építkezés, egyebek. Hogyha ezeket a törmelékeket elvitetjük, akkor ez a törmelék másütt is törmelék lesz. De még pluszban még használunk hozzá egy kis energiát is, meg közben szennyezünk a környezetet. Amúgy pedig ezek a hulladékok itt is eltüntethetők. Erre szeretnék egy példát mutatni, hogy hogyan lehet hulladékból élőhelyet készíteni. Itt tégla, beton és csempe hulladékot helyeztünk el. Hát nem lenne ez így magában valami nagyon esztétikus, de ezért hoztuk ide ezeket a mészköveket, és akkor ugye szépen berakjuk, eltüntetjük ezt a törmeléket. És természetesen majd véglegesen eltűnik ez, hogyha egy növényzet benövi. Természetesen erre elsősorban szintén kőtörő füveket ültethetünk. Akik kibírják ezt a egyébként délies kitettséget, de akár fűszernövények is telepíthetők egy ilyen törmelékre. És hát akkor a hulladékból így lesz élőhely. Talán kevesen gondolják, hogy egy háztető is lehet része a biodiverzitás barát kertnek. Ennek a kis előtetőnek egy különleges története van, már jó évtizede, hogy valaki ajándékba hozott nekem két kis kövi rózsát. Mentem le a pincébe, feltettem a háztetőre, évek teltek el, és majd egyszer látom, hogy kivirított ott a kövi rózsa. És akkor vettem észre, hogy milyen szép nagy csomó keletkezett. Most ez így néz ki, illetve nem is így néz neki, mert az egész tetőt beborítaná már, csak mindig innen szoktam más tetőkre elvinni, hogy másütt is legyen ez a szépség és ez a jóság. Egyébként azt hinnénk, hogy a tönkreteszi a cserepet, de pontosan azt látjuk, hogy ott stabilabb a cserép, ahol ez a növény rajta van. Ha már erről beszélek, akkor hadd szóljak néhány szót a háztetőknek az ökológiájáról. Ugye nem csak ez az agyagcserép az, ami benépesedik, a legjobban a betoncserép az, aki vonza az élőlényeket. És hát ennek is megvan egy folyamata, amit úgy nevezünk, hogy szukcesszió, tehát ahogy maga a tető benépesül. És ez a benépesülés függ attól, hogy vajon most ez a tetőnek az északi oldala, a déli, keleti vagy nyugati oldala, mert nyilván, hogy a keleti oldal, ahogy ez az oldal is keletre néz, egyrészt ő kapja meg a reggeli fényt, tehát ott van a legtöbb energia. Ugyanakkor a nyugati naptól védett, mert hogy hátulról ez a tető árnyékolja, és ahogy látjuk a háztetőről lefolyó víz ide az előtetőre jut, ez a növényzet itt összegyűjti, az a por, ami a háztetőről lefolyik, abból talajt képez, és hát így gyarapodik lépésről lépésre, és hát ez az a folyamat, amit úgy nevezünk, hogy a háztetőnek a szukcessziója. És ha már a betoncserepet említettem, akkor itt van ez a ház. Hogyha megnézzük, ez egy nagyon fiatal tető, de már is azt látjuk, hogy a zuzmók elkezdték megdolgozni, és már szinte nincs olyan cserép, amin ne lenne zuzmó. És hogyha végigkövetjük a
cserép életútját, akkor látni fogjuk, hogy az Uzmótól a Mohákon keresztül hogyan népesedik be, vagy a tetőhajlatba, ahol összegyűlik a falevél, hogy ott is megjelenik a növényzet, nem beszélve arról a csatornáról, amit nem tisztítanak ki, és az ott összegyűlő avar, ahogy elkorhad és talajt képez, és azt is benépesíti a természet. Ahogy egy háztető lehet biodiverzitásbarát, úgy egy kerítés is lehet biodiverzitásbarát. Ha már kerítkezünk, akkor nem mindegy, hogy annak a kerítésnek milyen a környezeti teljesítménye, mekkora ökológiai lábnyoma van. Egyrészt, másrészt pedig hát az sem mindegy, hogy hogyan viszonyul hozzá az élet, az élőlények. Talán az egyik ilyen, bár nem túlzottan kis lábnyommal rendelkező kerítés, bár kötőanyag nélkül épül, ezek a rakott kőkerítések. Végül is ezekkel tudjuk a gyíkokat meghívni a kertünkbe, ők is nagyon hasznos ragadozó szervezetek, és hát ez egy frissen rakott kőfal, de természetesen ez hamarosan be fog települni. Már egy-két növény meg is jelent benne, itt például éppen látom az indás pimpót, de ott már még a vére hulló fecskefű is valahogy megjelent. És most én is egy kicsit megpróbálom ezt elősegíteni, az ilyen kis lapos helyekre az ember rak egy kis földet, és most éppen egy kis humuszt, és akkor szépen egy kőtörőfüvet ide beillesztek. Nyilván a résekben mindenhova tehetünk ilyet, a tetejére is, és akkor növényzettel is benépesedik a kerítésünk. Nyilván a legjobb kerítések azok, amelyek teljes mértékben természetesek, önmagukat megújítják. Ebben a műfajban a legjobbak a sövények. Orgonasövény például, fagyalsövény, de gyümölcsfákból is lehet, például vadkörtéből is nagyon jó, szinte átatolhatatlan kerítéseket lehet létrehozni, amely vadak ellen is kifejezetten jó véd, és természetesen ezek élőhelyek. Megújulnak, ha valaki akarja, gondozza, akkor valamennyi munkát igényel, de a nyesedéket tovább tudja hasznosítani. Szeretem még azokat a idézőjelbe vett kerítéseket is, ahol a lehullott ágak, gajak, venyige, ilyenek kerülnek összegyűjtésre, és ezekből épül kerítés. Vidéken még mai napig is divat az úgynevezett patics kerítés. Különböző mogyoró, vörösgyűrűsomnak a vesszőiből fonják meg ezeket a kerítéseket. Ez szép, esztétikus, és egyébként nagyon jó fészkelő helyeket is nyújtanak ezek a madarak számára. A kerítésekkel zárjuk a biodiverzitásbarát kert második részét, és összességében azt szeretném mondani, a biodiverzitásbarát kert ez nem öncélú. Az nem azért van, hogy a felsorolt élőlények ott legyenek a kertünkben csak úgy, hanem a legfontosabb gondolat a biodiverzitás kerttel kapcsolatban az, hogy a sokféleség az korlátozza egymást, tehát a sokféle élőlény korlátozza egymásnak a jelenlétét. A sokféleség gyönyörködtet bennünket, a sokféleség lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk, hogy szemlélődjünk, és hogy a természettel megtanuljunk együtt élni.